Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk a YouTube-on is. Folytatódik a monitor délután itt a Trend Intra logisztika a témák, egészen pontosan intelligens logisztikai megoldások, robotika, gyári és raktári logisztikai műveletek megoldásában. A sorozatunkban az elmúlt epizódban német Atilával arról beszélgettünk, hogy ezekhez a fejlesztésekhez, projektekhez a finanszírozás azért, azért nem egyszerű, ez egy költséges műfaj, nagyon fontos tehát pályázatokról, adókedvezményekről beszélni hogyha ez a módja ugye, a finanszírozásnak. Német Dominik van itt a stúdióban, az Advanced Robotics operatív igazgatója, és Német Oliver a Deloitte állami támogatások üzletágának senior menedzsere. Szóval nem túloztam, nyilván nem a legolcsóbb beruházások egyike egy ilyen terv, egy ilyen díl, egy ilyen projekt, és nagyon sokszor fontos kérdés, az erről beszélgetünk Német Attilával a múlt adásban, hogy ennek milyen módon lehet meg a finanszírozása. Igen, üdvözlöm a hallgatókat. Abszolút jogos, amit mondtál, tehát ezek tőkeigényes projektek, beruházások. A KKV szektor, amit megcéloztunk a különböző támogatások és projektek kapcsán, ahol azt érezzük, hogy fejlesztendő területek vannak logisztikán, intralogisztikán belül, és ehhez ugye tőke hiány merül fel a legtöbb esetben, és itt próbálunk olyan megoldásokat, pénzügyi megoldásokat bemutatni, ismertetni, az ügyfeleknek, amiknek segítségével megvalósíthatóak ezek a tőkeigényes projektek. Emlékszem a múltkori beszélgetésből, hogy azért valamikor a gyártók maguk, tehát akik ugye rendelkezésre állítják ezeket a robotokat, vagy eszközöket, lehetőségeket, ők is beszállnak valamilyen módon a finanszírozásba, ha úgy tetszik. Igen, igen, muszáj ilyenféle megoldások felé nyúlni nekik is, mert főleg itt a kelet-európai piacon az látható, hogy tíz cégből egy vagy kettő olyan van, aki tőkerős, és bele tud ugrani egy ilyen beruházásba, ahol beszélhetünk akár a 20-30 milliós robot anyagmozgató eszközökről, vagy akár a több milliárdos robotizált raktármegoldásokig. Igen, világos, hogy költséges, de ugyanakkor meg gyors megtörlés és gyors versenyképesség növekedés, ugye, ami ezzel jár. Abszolút, és nagyon erősen látjuk itt a munkaerőpiacon a hiányt, amire rengeteg külföldi munkaerőt próbál toborozni a kormány is és ennek látunk egy erős hátrányát is, hogy akár a KKV-szektorban a cégek inkább azt gondolják, hogy elmennek most a költséghatékony munkaerő irányában, de ennek egyszer vége lesz, az a lufi kifog fog durranni, és egyszer el fognak fogyni ezek az emberek is, és akkor azt fogja majd látni a cég, hogy hát ott maradta, hogy nincs megfelelő fejlettségi Ilyen, szinte tehát, az, az lehet, operációnak. Lehet, hogy itt lesznek egy-két év múlva is, de a versenyképességben <laughs> szóval azt gondolom, vagy legalábbis a szektor szakértő azt mondják, hogy aki most ebben gondolkozik, humán erőforrásban gondolkozik, az, az valamilyen szinten versenyképességet veszít, vagy valamilyen Abszolút szinten lemaradhat, igen. mert az ember előbb-utóbb nem tud versenyezni majd a robotokkal. Igen, meg fennáll a veszélye itt a, ezeknek a, a munkaerőknek, akiket toboroznak itt a különböző országokból, hogy két hónap múlva, ha Szlovákiába vagy környező országokba minimálisan nagyobb fizetést kapnak, akkor összepakolnak és mennek tovább. Hát ez és... a magyar munkáról is pont így van. Hogyha a szomszéd gyárkapunál valami mást lógatnak, egy Igen. nagyobb összeget, akkor nyilván meg. Oké, okay, akkor nézzük most német Olivért, és nézzük az állami támogatásokat, ha már ennek az ületeknek, vagy a senior manager a deloitte -nál, hogy, hogy magyarországi vállalkozások milyen támogatásokat, kedvezményeket vehetnek igénybe, és vesznek-e igénybe. Hát arra a kérdésre, hogy vesznek-e igénybe, attól függ, az az első válaszom, hiszen többfajta támogatási program módozat van jelen pillanatban ugye a piacon. Alapvetően a magyar KKV-k az operatív programokból elérhető támogatások kapcsán igen aktívak, tehát azoknak a nagy részét kiismerítik, ha lehet ezt mondani, a kereteket, és sokszor lehet hallani, hogy pár percen belül kimerültek a mindenféle eszközfinanszírozási támogatások. Tehát azt mondom, hogy ott abszolút aktívak, nyitottak. Ugyanígy igaz, azt gondolom, hogy a támogatott hitelekre, tipikusan most mondok egy példát, ugye van a Széchenyi Kártya programnak a viszonylag jó feltételekkel, alacsony Lávos hitelei, azt, azt abszolút előszeretettel használják a KKV-k. Viszont vannak olyan módozatok, típusok, tipikusan az adókedvezmények, és akár a közvetlen brüsszeli források, amelyeket nem igen ismernek, nem igen veszik igénybe a, a vállalkozások. Én azt gondolom, hogy ezeken a területeken nagyon nagy a, a potenciál abban, hogy, hogy kiasználják még a, a lehetőségeket, illetve van egy olyan új új támogatási forma, ami a tavalyi év végén elérhetővé vált a kisebb vállalkozások számára is, ami az egyedi kormánydöntés alapú támogatások. Ugye korábban ezeket inkább úgy ismertük, hogyha egy nagyobb multinacionális cég Magyarországon szeretne egy gyárat létesíteni, akkor ugye a kormányzat adott hozzá támogatást, hogy az országot válassza, és nem, nem mondjuk Szlovákiát, Csehországot, bármilyen más EU-s tagországot. Na most ezt a támogatást most kintották már hazai tulajdonú kis vállalkozásoknak is. Nyilvánvaló, mivel az elmúlt években azért viszonylag limitált volt itt a támogatási forrásoknak a, a kerete, így ö, új eszközöket kezdtek el ugye kinyitni ezeknek a vállalkozásoknak. Úgyhogy azt hogy a maga paletta az széles, de nagyon fontos az, hogy célzottan és az adott fejlesztéshez illően válasszuk ki a támogatási formát. Na most ez sokszor ugye sajnos Magyarországon nem így szokott lenni, és a vállalkozásoknak a fejben sem így van, hanem van egy támogatás, amit hirtelen meghirdetnek, és ahhoz keressük meg a projektet. Na most mi nem ez alapján... Gombhoz a kabát? Hát most igen, most, igen pontosan, pontosan. Én azt gondolom, hogy ebben az időszakban, és ahogy nyilván a gazdaság nem áll abban a helyzetben, hogy olyan nagy volumenű támogatásokat gyújtson a kormány kormányvállalkozásoknak, ebben az időszakban is vannak lehetőségek, csak uh, ismerni kell őket, kellő információval kell rendelkezni, és nagyon fontos, hogy projekthez, fejlesztéshez személyre szabottan néz az adott támogatási lehetőséget. Ú, de sok érdekes dolgot mondtál. Ha kérdezek, lehet, hogy laikus, és akkor mondd, hogy nem így van. De én értem, amikor azt mondtad, hogy egyedi kormány alapú támogatások. Úgy, és legkor általában azt szokták mondani, hogy valóban nagy multik jönnek, és akkor azt mondja, hogy ezer munkahely, és akkor azt az ezer munkahelyet támogatom meg. Igen, ám, de hogyha mondjuk én egy logisztika vagy intralogisztikai fejlesztést akarok megtámogattatni valamilyen módon, ott nem fel feltétlenül lesznek új munkahelyek. Ott automata, gépek, robotok, autonóm robotok, kooperatív robotok fognak emberek helyett, adott esetben emberek helyett <hört> dolgozni. Akkor is ugyanígy ettől még megvannak ezek a lehetőségek, támogatási módozatok? Mondom, lehet, hogy laikus a kérdés, de itt nem 50 száz új munkahelyről van szó, hanem arra, hogy olyan 50 robot, ami emberek munkáját végzi el. Pontosabban, hatékonyabban, gyorsabban és olcsóbban, hogyha egyszer a beruházás megtérül. Abszolút, hiszen ezek a támogatásokkal ugye a kormánynak az a célja, hogy technológiát fejleszünk és kapacitást bővítsünk. Tehát, hogyha ez a két cél megvalósul, akkor azt gondolom, hogy, hogy igenis egy logisztikai fejlesztés, főleg egy intelligens logisztikai fejlesztés, abszolút egy, egy olyan fejlesztési terület, ami az ilyenfajta támogatásokból forrást tud magának szerezni. Ráadásul aztán szabad ne fel, folytas, kérlek, hogy ez Dominikonak mondom, de ha jól tudom, ugye akkor a kormány hét stratégiai kitörési pontja között volt, ugye a robotizáció, a Igen. logisztikában, az intralogisztikában, tehát ráadásul egy olyan kiemelt címkézett cél, ami azt gondolom, hogy hogy valamilyen módon akkor jogosult támogatásokra, lehetőségekre, pályázatokra. Tehát ezben mondjuk meg ellenmondok saját magamnak. Igen, Így meg, van. meg visszatérünk oda a munkaerőhiányhoz, hogy hiába hát, szeretne bővülni, kapacitást bővíteni Nem az papapunkta. adott gyártó vagy, vagy logisztikai terület, hogyha nincs a környező városokba, településekkel minőségi munkaerő, megállt a dolog. Tehát ezért kell mindenképp a robotizáció, automatizáció irányába nyúlni. Tehát Oliver azt mondott, hogy vannak lehetőségek, csak talán a vállalkozásoknak is jobban kéne ismernie a, a, a kínálatot, a lehetőségeket. Hát ez valamiféle edukációs igényt sejtett az én olvasatomban. Így van, így van. Ugye ez volt az egyik része, amit most ugye hmm. mondtam, és ez az kormány kormánydöntés alapú támogatások, hogy ezeket a vállalkozások még, még kevésbé is még a, a kicsik. De tipikusan ilyen területben az adókedvezmények, ugye, ami effektíven nem készpénzt támogatást nyújt a vállalkozásoknak, hanem ugye azt mondja, hogy amennyiben a vállalkozás az adott fejlesztés hatására profitábel is sem működik, akkor a nap végén ugye adókedvezmény formájában, hogy a, a, társasági adóból, általában a társasági adóból tudja ezt levonni, ezt az adókedvezményt, ezáltal a nap végén, most egy nagyon leegyszerűsítve mondom, akkor a tulajdonosok több pénzt tudnak hazavinni. Tehát azt mondja, hogy ő a beruházás eredményét jutalmazza, állami forrással, nem előre adja meg neki támogatásba Ez egy kicsit másfajta ösztönző. Igen, igen. De a végén a kasszában de... úgy, úgy több marad, így van, ugye? Így igen. van, így van. Nyilván azt gondolom, hogy ez az eredményességet igenis csak motiválja, hiszen Ugye általában azt mondjuk, hogy olyan fejlesztési projekthez adjon az állam forrást, ami a nap a cégnek a működését, az eredményességét javítja. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy fontos, amit kevesen ismernek, és nyilván azért sajnos benne van még egy kicsit a magyar gondolkodásban az, hogy hát az az igazi állami támogatás, amit rögtön az elején megkapok. Amit már reggel megkapok, igen, igen. amit te igen. mondasz, az meg este. Igen, Ugyan, igen, igen, igen. igen. Pedig az értékel a nap végén ugyanaz. ugyanaz. Az Edmunds Roboticsnál, amikor partnerekkel tárgyaltok, akkor felhívták. Ezekre a lehetőségekre a figyelmet. Mert nyilván mindenki azt kérdezi, hogy jó jó, ez mennyibe kerül, hú, hú, hú ez sokba kerül vagy többbe kerül, mint gondoltam, milyen lehetőség van még. És akkor nagyjából elmeséltek, hogy miből lehet választani. Abszolút. abszolút kell és ö, mielőtt elkezdtünk megismerkedni mi is ezekkel a lehetőségekkel, ugye nem volt tudásunk, és mi se tudtunk ilyen dolgokról, megoldásokról, és akkor jöttek ezek, amit ma említettél, hogy hú, hát ez kicsit túl lőtt a budgetten, amiről gondolkoztunk, és hogy elkezdtünk utána menni az egyéb pénzügyi megoldásoknak. Ugye beszéltünk már a leasingekről, egyéb banki és akkor jöttek utána a támogatási formák, adókedvezmények, amikről abszolút nem, is, nem, ismerik ezeket az ügyfelek. Tehát a piacról ez a visszajelzés, és igenis az elmúlt időszakban elkezdtük ezeket közösen, vagy akár a saját CSS kollégák által az adott szinten ismertetni, és, és az ügyfelek abszolút úgy fogadják, hogy hú, hát ez tetszik el, akkor menjünk utána, nézzünk bele, mert érzik, hogy ebbe van lehetőség, és aki okosan gondolkozik pénzügyileg, Látja, hogy tényleg a nap végén ez, uh, mennyi pénzt tud megspórolni. Akkor most még fineszesebb vállalkozót fogok eljátszani, jó? mert azt mondjuk, hogy ez a, ez a beruházás mondjuk 100 millió forintba kerül. Jó, tehát lehet, ez lehet lehet, lehet, reális. Oké, okay. akkor azt is megkérdezem, amikor azt mondom, hogy hú, ez picit túl, túl van az én takarómon, vagy kicsit kilógok a takaró alól, hogy mennyit lehet ebből akkor visszahozni, vagy mennyit lehet ebből megspórolni. Akár pályázatokkal, akár adó jóváírással, vagy bármi Tehát a 100 az a végén mennyi. Nem tudom, hogy reális egy ilyen beszélgetést feltétlenül, de igen, mind a ketten igen. mondanátok erre valamit, hogy lássa az ember, hogy egy ilyen logisztikai, mint a logisztikai megoldás költségét, azt, azt, hogyan lehet egy kis lefaragni? Hát amit most itt tapasztalatból és közösen olivérékkel már több ilyen projektet elkezdtünk megvizsgálni, és legegyszerűbben, legkönnyebben elérhető adótámogatás az energia megtakarításhoz köthető, és erre a 15% adó visszatérítés, amit előbb olivér említett a tau -ból. ez az, ami legkönnyebben átnyomható Érzel. a rendszeren a leg legkevesebb adminisztrációval, úgyhogy ö, ezt tudnám így mondani egy 15 százalékot akár még budapesti cég is elérhet egyszerűen. Igen, amit most a Dominik is mondott, ez a 15 százalék, ez úgymond a legrosszabb szenárió, hiszen ez egy budapesti cég nagy vállalkozás. Most innentől csak felfele vannak ezek az intenzitások. Ha egyik felé mondjuk egy kis vállalkozás vagyok, és nem Budapesten, hanem egy viszonylag fejletlenebb régióban szeretném a fejlesztésemet megvalósítani, akkor akár adókedvezményben 80 százalékot is tudok kapni a fejlesztési projektemre. Ugye ez, az, amiről most beszélkezett, maga az adó kedvezményt, tehát amiről ugye korábban is, korábban is említettük, hogy, hogy ezt ugye maga a fejlesztés után tudom igénybe venni majd a társasági adóból, de ezt tudom kombinálni akár mondjuk egy, tegyük fel egy LKD projekttel. Nyilván egy 100 milliós volumenben egy LKD azért az, az kicsi, tehát azt nem tudom igénybe venni, de mondjuk mondjuk egy egymilliárdos projektnél már értelmezhető méret. Ott tudom kombinálni, tehát azt mondom, hogy ebből a 80%-ból bizonyos mértéke az a készpénztámogatás, és a fennmaradó részét pedig megkapom adókedvezmény formájában. Hát azt gondolom, hogy ezek a összességében vidéki lokációban 60-70, akár 80 százalékos intenzitások, mondom, ez pontos lokációtól és pontos vállalatmérettől is függ, de abszolút elérhetőek. És azt gondolom, hogy ezek magas számok. Hogyha nézzük az operatív programokat, ott is általában azért ilyen 40-50-60 százalék könyekén szoktak ezek a támogatási intenzitások mozogni, viszont ezek, amikről most beszéltem, ezek állandóan elérhetőek. Tehát, hogy nincs hozzá kötve ahhoz, hogy éppen most Elfogyott, milyen felhívás. Nem fogyott, így van, igen, így igen. van. És erről kevesen tudnak, hogy még akár Budapesten is egy nagy vállalkozás is tud egy, egy energiahatékonysági adókedvezményt igénybe venni. Ugye vidéken főként a fejlesztési adókedvezmény, amit, amit előszeretettel használnak a vállalkozások, viszont annak a legmagasabb az intenzitása. Tényleg sok lehetőség hmm. van, csak kevésbé ismerik, mi ezt látjuk a, 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 piacon jelen pillanatban. És akkor, amikor a gyakorlatban szembesül a vállalkozás az, hogy akkor a száz nem 100 millió, csak mondjuk 85 vagy jó esetben, ugye ha jól értem, akkor csak mondjuk 70 vagy 65, akkor mit gondoltok, hogy ez megpesdíti a piacot? Mert ugye arról is beszélgettünk Németh hogy hát azért látszik az, hogy itt még a régióban is komoly hátrányunk van, ami a robotizációt, vagy a logisztika területen, illető automatizálást, robotizációt illeti. Tehát itt nem, nem vagyunk élenjárók ebben a szektorban. Szóval ez megpesdíti majd a vállalkozások? Abszolút, hát, biztos, hogy biztos, vagy benne, hogy ez fog egy lökést adni a piacnak, ha megfelelő módon tudjuk ismertetni ezeket a lehetőségeket az ügyfeleinkkel. Látszik, hogy ahol eddig erről beszéltünk, mindenhol sokkal nagyobb a nyitottság maga a projekt irányába is, jobban tetszik nekik, így a projektnek a fekvése. Ah, hogy ne. <laughs> Igen. De attól függetlenül, mivel ezeket a formákat, ahogy Oliver is mondta, hogy hmm. ugye ezt utólag lehet adó támogatásban megkapni ezeket a kedvezményeket. A Fontos az, hogy az ügyfélnek azért a cash flow ja legyen az elején. És legtöbb esetben erre vannak példák, hogy ez hiányzik. Úgyhogy ilyen esetekben akár azok a támogatások, amiket már előre meg tud kapni az ügyfél, azok tudnak olyan tényezők lennék, amik lendítenek nagyot a kedven az ügyfél oldalán. Ugye most 2024 júniusában beszélgetünk. Azt még Megkérdezhetem, német Oliver Deloitte állami támogatások üzletágának szenior menedzsere, hogy, hogy lehet valami aktualitás vagy új lehetőség még ebben az évben, vagy akár a, a következő évben? Tehát várható-e valamilyen. Elmozdulásról, a mostani állapotról, amit itt részletesen ismertettél. Az állandóan elérhető támogatások és adókedvezmények tekintetében azt gondolom, hogy vagy most nem lesznek nagy változások, vagy nem nem látunk. Mm. A többi, többi operatív programok tekintetében pont az elmúlt hetekben jelent meg felhívás, több felhívás is, kutatásfejlesztési projektek vonatkozásában, tehát ott lesz, és ugye ezzel mi mindig is foglalkozunk, K plusz F mm. projektekkel, K plusz minősítésekkel, tehát abszolút mm. itt megvan a, a tapasztalatunk ezen a téren. Ugye itt akár, ha logisztikai szempontból nézünk, sokszor ott vannak egyedi fejlesztések, egyedi kutatásfejlesztési projektek, tehát arra, hogyha, hogyha egyébként gondolkoznak a vállalkozások ilyen jellegű projektben, ott most érdemes gondolkozni, mert, mert lesz forrás. Illetve amire én még mindig felhívnám a figyelmet, hogy közvetlen eu forrásokat érdemes kihasználni. Igen, azt mondtam, hogy elmentem, emlát, de te mondtad már Brüsszelt. Igen, igen. ez egy fontos dolog, igen. hogy közvetlenül így van, mert ott folyamatosan jönnek ki a, a mm -hmm. felhívások, és ugye ez egy teljesen más típusú pályázati módozat, amit itthon azért nem ismernek kellően, hiszen az operatív programokból, tehát a közvetett források, ugye az elmúlt időszakban az eléggé bőségben lubickultak a, a vállalkozások, és emiatt nem nyúltak ki ezekhez ezek, ezek a közvetlen forrásokhoz. Viszont óriási összegáll rendelkezésre. Nagyobb a verseny, hiszen itt... Nem ez csak egész, mi Igen, itt nem az nem egész nem. Európai Unió tagországaival, Közössége, vállalkozásaival versenyzünk, viszont én azt gondolom, hogy nagyon jó nemzetközi projektekben lehet ezáltal részt venni. Nem csak egy klasszikusan kapacitásbővítés eszközberuházásban kell gondolkozni, hanem egy olyan fajta projektben, ahol akár a valakinek szempont az, hogy mondjuk nemzetközi piacra lépjen ki, és nemzetközi partnerekben gondolkozzon, akkor ez egy, az egy kiváló lehetőség. Tehát én ösztönözném is a vállalkozásokat, hogy igenis induljanak ebbe az irányba, hiszen egyébként meg magas um, támogatási intenzitásokkal lehet ezeket a forrásokat elhozni. Tehát pénzügyi szempontból is, és azt gondolom, hogy eléggé kiválóak. Illetve ami fontos, ez mindig meg említeni, hogy fontos uh, figyelni arra is, hogy milyen kamattámogatott hitelek elérhetőek a piacon, hiszen a legjobb konstrukció, amit mi szoktunk projekteknél látni, hogyha egy vállalkozásnak van, Önereje, van egy kedvező kamatazású hitele, és emellé viszi be még akár az adókedvezményt vagy az állami támogatást. Nyilván itt az állami támogatás szempontokat is meg kell vizsgálni, hogy nem ütik-e egymást ezek a, ezek a formák, de hogy mindig egy mixben érdemes gondolkozni, mert én azt gondolom, hogy azzal lehet a leghatékonyabban felhasználni a forrást, és így lehet azt gondolom, hogy egy, egy projektet jól megfinanszírozni. És még egy utolsó gondolat, ha megengeded, hogy állami támogatás, adókedvezményt alapvetően ugye azért feszünk igénybe, vagy egy vállalkozás azért vesz igénybe, hogy magát akár a beruházásnak a, az időzítését előre tudja hozni, tehát korábban meg tudja ezt valósítani, ha nem rendelkezik kellő saját tőkével, ez az egyik, illetve az, hogy a megtérülésén javítsuk. Tehát, hogy alapvetően a kiindulási alap, hogy ő mindenképpen meg szeretné valósítani azt a beruházást, csak nem mindegy, hogy mikor kezdi el, és milyen megtérüléssel. Na most azon, hogy az állami támogatásnak ezen a két faktoron kell, hogy, kell, hogy segítséget nyújtson, és nem az állami támogatásból generáljunk projektet. Mert általában azok ritkán szoktak piacképesek lenni hosszú távon. Vagy hosszú életű. Nagyon sok érdekeset mondhatok, nagyon szépen köszönöm. Fejlesztések, projektek finanszírozása, az intralogisztikában pályázatok, adókedvezmények, sok minden szóba került az elmúlt 20 percben. Német Dominik, az Advanced Robotics operatív igazgató, és Német Oliver, a Deloitte állami támogatások üzletágának szenior menedzsere volt itt. Nagyon szépen köszönöm nektek. Köszönjük. Köszönjük szépen. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk a YouTube-on is.